Szombaton reggel 6 órakor a Szifrakapu úton nagy sebességgel ütközött egy személyautó az előtte szabályosan haladó gépkocsival, amely ezért áttért a szembejövő sávba, ahol egy harmadik járművel karambolozott. A balesetben 3-an sérültek meg. A vétkes sofőr a helyszínről segítségnyújtás nélkül elhajtott. A rendőrök ennek ellenére azonosítani tudták a cserbenhagyót. Az EGRI rendőrkapitányság egyenruhásai beazonosították a balesetet okozó gépjármű vezetőjének személyazonosságát, majd elrendelték körözését. Az EGRI rendőrkapitányság segítségnyújtás elmulasztása büntett elkövetésnek megalapozó gyanúja miatt indított eljárást. A balesetet okozó sofőr még aznap este önként jelentkezett a rendőrkapitányságon. Az eltelt idő miatt már nem lehetett megállapítani, hogy a baleset idején ittas volt-e. Az minden esetre részben enyhítő körülménynek számíthat majd az eljárás során, hogy feladta magát.